Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamária és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: Menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament. Hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte, nem de tizen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen. Aztán hozzáfordult, kelj fel és menj, hited meggyógyított téged. Ezek az evangélium igéi. Bevallom, kedves testvérek, hogy gyakran fordul elő velem, hogy az evangéliumot vagy az adott vasárnapra rendelt olvasmányokat átolvasva, ha úgy gondolom, hogy döbbenetesen egyértelmű. Süt belőle az a központi gondolat, központi tanítás, amiről nyilván beszélnünk kell, akkor éppen ezért, mert túl egyértelmű, mindig elolvasom a Szent Mise kollektáját, a Szentmisét bevezető nagy könyörgést, ami tulajdonképpen valahol az egész liturgikus ünneplésünk programját fogalmazza, össz, fogalmazza meg, azaz, hogy mit szeretnénk ebben a Szentmisében az Istentől kérni, mi az, amit elé viszünk, mi lesz ennek a Szentmisének az egyik központi gondolata legalábbis. Az évközi idő 28. vasárnapjára rendelt kollekta, úgy fogalmaz, hogy elsősorban kérjük azt az Istentől, hogy a figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. Hajlamosak vagyunk ilyenkor azt hinni, hogy a dolgunk tulajdonképpen az, hogy önnön jó tetteinkre koncentráljunk, tehát tulajdonképpen mi magunk haladjunk előre a jóban, mi magunk próbáljunk intenzívebben, hatékonyabban jót tenni, mi ne akarjunk abba belefáradni. Ez is igaz. Másrészt én azt hiszem, hogy nagyon oda kell, hogy figyeljünk az Úr jó tetteire. Persze az ember ilyenkor ugyancsak legyint, és az Isten nagy tetteit képes összekötni a történelmi távlatokba helyezett tapasztalatokkal, és egy kicsit az Izrael-Krédóhoz hasonlatosan mi is elmondjuk, hogy hogy ne, ő az, aki a semmiből életre hívott bennünket, ő az, aki a világot megalkotta, ő az, aki otthont ígért, ő az, aki kivezetett a pusztába, ő az, aki megszabadított, ő az, aki gondoskodott rólunk. Ez is mindig az. Én azt hiszem, hogy a jó tettek kapcsán, a jó tettekre irányuló figyelmünk kapcsán nagyon ki kell, hogy élezzük az érzékeinket, a szenzorainkat arra, hogy az az Isten aki Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Az az Isten, aki megszabadította az ő választott népét az egyiptomi fogságból, aki vezette és gondoskodott róluk, az az Isten bennünket is megszabadít. Minket is vezet, rólunk is gondoskodik, nekünk is otthont ígér, minket is haza akar vezetni. És bizony, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy befelé, önmagunkat, a saját életünket vizsgálva észrevegyük. Az Isten nagy tetteit, az Isten nagy jó tetteit, az Isten személyre szabott csak nekünk szóló csodáit, ami magunk életébe, hogy ne csak az homályosíts el a látásunkat, hogy mi mire vagyunk képesek, hogy nekünk mit kell tennünk, sokszor a nyitottság is kell, hogy lássuk és érzékeljük, hogy ő szüntelenül, állandóan az élet mindennapján hogyan avatkozik bele személyesen a mi életünkben, a mi érdekünkben, mi az, amit ő tesz értünk, az ő jó tettei. A mi életünkben valon mik? Sokkal nehezebb ezeket naplózni, én azt hiszem. Ha a Lukács evangéliumának ezeket a sorait olvasok, a tíz leprás történetét, mindjárt jól ismerjük, Nyilván, természetesen újra az Isten egy jó tettéről, egy nagy tettéről van szó, egy csodájáról, az ő gyógyító cselekedetéről, és persze, hogy ordít belőle a hála központi gondolata, a hálás lelkület. Természetes, hogy nagyon fontos, hogy a varázsszavak nélkül nem működik az életünk, hogy az a bizonyos kérem, az a köszönöm, az a bocsáss meg, az a mindennapi életben is csodákra képes, és milyen jól hozzuk egyébként a nagy katolikus átlagot, de szinte Lukács koráig visszamenően nagyjából ugyanezt a hányadot tudjuk képviselni. Nem, de tizen tisztultak meg, de csak egy jött vissza. Hát a másik kilenc hol maradt? És bizony, bizony, ha a saját templomainkra, a templomaink kontra a településeink viszonyaira gondolunk, akkor jól láthatjuk, hogy szinte a templomaink nagyjából egy-egy település közösségének a 10%-ára vannak kalibrálva, nagyjából ennyien is jövünk el, ennyien vagyunk ott rendszeresen, ennyien adunk hálát, pedig bizony semmi sem természetes. Az életünkben. Semmi sem jár alanyi jogon, semmi sincs csak azért körülöttünk. Semmi sem azért a miénk, mert mi ütemesen lélegzünk, vagy azért, mert a saját erőnkből, a saját erőfeszítéseinkből meg tudtuk szerezni, vagy meg tudtuk alkotni azt. Nyilván az Isten a szabad akarat ajándékában a döntés képességét és felelősségét, Ránk ruházza, ezt nem hátékázhatjuk át. Nyilván az élet dolgaiért a felelősség a saját életvezetésünk alakulásáért. Nem a sors, nem az Isten, nem a körülmények a felelősek, sokkal inkább mi magunk a saját döntéseinkben, de az Isten a potenciálokat a lehetőségeket, a képességeket olyan csodálatos nagyvonalúsággal ajándékozza nekünk, és rejtel az életünkben. És bizony, milyen ritkán jut be hálát adni. Ha csak az ima gyakorlatunkra gondolunk, belénk verték már kis és korás korunkban, hogy három alapvető ima típus létezik. A kérő, a hálaadó és a dicsőítő. Ebből nagyjából a saját gyakorlatunkban a dicsőítést, rádedikáljuk a szent lelkesekre, oldják meg. Kérni döbbenetesen profint tudunk. Hálát adni. Olyan gyakran felejtünk el. Ha valami kell, ha valami hiányzik, ha valami fáj, ha valamitől szenvedünk, pillanatok alatt boszorkányos gyorsasággal tudjuk megfogalmazni a kéréseinket az Isten felé. Vajon vagyunk-e ugyanilyen fürgék és ugyanilyen gyorsak a hálaadás terén is? És meg egy nagyon fontos szójátékra felhívnám a testvérek figyelmét. Lukács orvos volt. Tudjuk. Kora egyik legműveltebb embere, akit mindig lenyűgözött, az Isten ember szeretete. És ezért Lukács evangéliumában találjuk a legtöbb csodaleírást, a legtöbb csodálatos gyógyítást, ahol tulajdonképpen Lukács mint orvos az esetek többségében terápiát közöl. Leírja döbbenetes részletességgel, hogy hogyan is történik. Maga a gyógyítás. Hogy mit csinál az Úr, hogy mit mond, hogy milyen gesztusai vannak, hogy mit mivel kever és hova ken. Ebben a perikópában egy szó nem esik róla. Sokszor a szentírás lapjairól az is ordít, amit nem mond el. Hogy nem mindig az a legfontosabb, amit szájbarág, nagyon sokszor az is döbbenetesen beszédes, amiről nem mesél. És ebben a perikópában egy nagyon izgalmas szójáték figyelhető meg. A megtisztult, meggyógyult szójátéka. És a meggyógyultat az úr nagyon hangsúlyosan arra az egyre használja. Arra az egyre, aki a tüneti kezelés elmúltával vissza jönni. Visszatér a forráshoz, tudja, hogy kinek tartozik, kinek kell hálát adni? Róla azt mondja az Úr, hogy nem de tizen tisztultak meg, de bizony ez az egy gyógyul csak meg, aki visszajött hálát adni. Hát adja meg az Isten, hogy a kéréseinkben is tudjunk ügyesebbek lenni, nem csak a tüneti kezelésre fókuszálva, hogy valóban az Isten személyes jelenléte és beavatkozása az életünkben, ami mélyebb rétegeinket is érintse, hogy valóban a gyógyulás útjára léphessünk.